Szép estét kívánunk. Sokokkal már találkoztunk délelőtt. Jó, örülünk, hogy újra találkozunk. Jó ez a hangerő, vagy kiabáljak? Kiabáljak? Igen. Jó, csak szóljátok nyugodtan, semmi probléma. Rendben. Jó, akkor téma tűzáldozat. A szanszkrit szóval úgy hívják, hogy jagja, és általában a tűzáldozatnak jelentősége vagy feladata tisztítani a tudatot, tisztítani a karmát. Például úgy is hívják, hogy hát van a jagja, de amúgy a maga a ceremóniákat, ami a jagja tűzáldozat kíséri, úgy hívják, hogy szamszkár. A szó szamszkár azt jelenti, hogy élmény. Mert nekünk van karma, és a karmánk élményekből áll, szamszkárból. Most, akik vannak idősek, néha fel tudnak jönni gyerekkori élmények. Ugye? Ez a karma, ez a szamszkár. És valamikor valaki megszületik, és csak jön egy vágy, ami gondolja, ezt a vágyat én ebbe az életbe szeretnék teljesíteni. Kinek volt ilyen? És nem a tévéből jut ez a vágy, hanem nekem van ez a vágyom. Ez egy szamszkár, és ez múlt életből hoztunk. Szóval így viszünk magunkkal. És a karma többféle képen működik, a vágyok szerint, hogy vannak vágyaink, ez karma, szokásaink, ez is szamszkárok, és reakciók. Például, hogyha én kaptam egy traumatikus, fájdalmas élményt a nő a férfitől, férfi a nőtől, szülő a gyerek a szülőktől, vagy a munkahelyen, és utána mi már a felnőtt korban már be vagyunk programozva. Amikor kerülök hasonló helyzetbe, és feljönnek ezek az élmények, és be van programozva, hogy én hogyan fogok reagálni. Vagy elfutok, vagy rögtön kemény leszek. Szóval ezek a szamszkárok, ők irányítanak minket. És nehezítenek az életet, mert sokszor mi nem mi vagyunk, hanem ezek a többféle szoftverek, ami van, különböző helyzetben reagálni, vágyak, szokásaink, ez befolyásolja minket, legyünk boldogok. És a tűzáldozatok, ami a szamszkára neve, annak az a lényege, hogy ez megtisztítsa. És van sokféle, de van 10 fő. Minden embernek van 10 fő áldozat, amit kell átmennie ahhoz, hogy képes legyen lelki élményekre. Mert a probléma az, hogy ez a karma, ami nekünk van, ezek a élmények, szamszkárok, vágyaink, reakciók, szoftverek, programok, ők blokkolják bennünk lelki élményeket. És például nekünk most itt ülünk, mi már biztos ti már itt vagytok, azóta halljátok, lélek vagy, lélek vagy, lélek vagy, lélek vagy. De értsünk mi-e ezt? Érzünk mi, hogy mi lelkek vagyunk? Nem? Persze, hogy nem, mert ott van a karma, ezek a szamszkárok, anyagi élmények, és ők blokkolják kapni saját magunkról lelki élményt, hogy ilyen lélek vagyok. Van, amikor van egy kis jó élmény, mert minden információ tetszik. Fú, de jó, hogy megtudtam, hogy lélek vagyok. Az már biztos nem halok meg. Az már jó. Ez egy kis élmény, de van sokkal mélyebb élmények, és ez le van blokkolva. És az első áldozat, amit kezdődik, úgy hívják, hogy Garbhadana szamszkára. Ez azt jelenti, hogy gyereknemzés előtti áldozat. Mert amikor a szülők nemzenek egy gyereket, amilyen tudatállapotban vannak, a nemzés pillanatban bevonzanak egy lelket, ami hasonló tudatállapotban van.
van sok statisztika, még a ilyen materialisták csináltak statisztikát, hogy mondjuk az alkoholista szülőknél mindig fogyatékos gyerekek fognak születni. Ez van a statisztika. Fogyatékosok vagy nagyon pszichikai eltéréssel, és így tovább, és így tovább. Ezért kettő dolog történik, hogy amikor megfelelő tudatállapotban nemzenek gyereket, tervezve, és tisztítják a tudatot, ugye ezt a Garbhadana szamszkárát csinálnak, akkor egy nemes lelket meghívják a családjukba. És akkor vannak többféle ilyen áldozatok, vagy egyféle áldozat erre van. Utána még van, amikor például terhes a nő, akkor meg lehet, hát a jó a pap, aki csinálja áldozatot, akkor van egy ilyen áldozat, ami szerintem másfél hónapos terhességnél addig meg lehet változtatni, hogy ki legyen, fiú vagy lány. És van olyan áldozat, hogy fiú legyen. Aztán utána van Jatakarana, a születés, amikor születik, és a csecsemő, amikor már ahogy csak az anya méhébe kerül, ő már tudatos, és amikor a szülők is megfelelő tiszta életet élnek, akkor már, még hogyha nem annyira jó a karma a kis léleknek, aki már anya méhébe van, azt be lehet folyásolni, lehet tisztítani. És amikor a születés van, akkor Jatakarana, akkor a születéskor vannak áldozatok. És akkor, amikor születik a kis csecsemő, akkor vannak a mantrák, van a tűz képviseli Istent. Ugye, hogyha nézitek most a tűzet, ez egy misztikus dolog. A tűznek van több szintje. És hogyha látjunk, van egy szint, ahol mi látjunk a lángot. Aztán van, ahol már nincsen láng, de oda rakjunk a kezünket, mi mindig meg fog égetni a kezünket, de láng nincs. Mert átment már egy másik dimenzióra, de még hatással van rá. És tovább megy egy teljesen másik dimenzióra, és a felajánlások úgy működnek, amikor mondjuk a mantrák ezek címzettek. Címet mondom, kinek ajánlom az a felajánlást. És a védikus írások magyaráznak általában, nem kell így vért ajánlani, ez a démonikus. Van egy ilyen fekete mágia, amikor valaki sötét erőknek ajánlja állatokat, vért, meg ilyeneket, de ez nem isteni erő. Annak mindig lesz rossz a következménye. De isteni erő, amikor általában a legmagasabb szintű, hát van a Sivának jogja, meg Brahmának jogja, de a legtisztább jogja az Istennek, mert ő minden kontrollál, mindenki fölött van, és ő tud adni legtöbbet, mert minden az övé. És ezért, mikor mondanak egy felajánlás, egy mantrát, és utána mondjuk Idam Krishnaya, Idam Namama, és megmondták a címet, és a tűz elszállítja a címzetre. Szóval így működik a tűz. Ő viszi oda, hova címzünk. És általában valamikor a tűzbe be van hívva Isten. Az is van mantrák, amikor mondanak egy mantrát, és akkor ott van Isten. Akkor egyenesen már tűzbe ajánlasz, mondasz mantrát, akkor 100% is ott van. És akkor megy ez a Jatakarana, ugye amikor megszületik gyerek. Utána adnak a névceremónia, névadás. Az nem úgy, hogy na akkor te Pistike leszél, te Józsika, te Marika, hanem megnéznek a karmát az asztrológussal, és ő mondja, milyen betű kedvező, hogy legyenek. Mert vannak bolygók, ami negatívak az egész életre lesznek, van, ami pozitív. És a betű kapcsolatban vannak a bolygókkal, és akkor javasolja, hogy a névben ilyen-ilyen betűk kell, hogy legyenek, ilyen-ilyen betű nem kedvező. És akkor így raknak egy nevet össze. És általában a név jelent valamit.
Na nálunk most a lacér mit jelent? Semmit, ugye? De védikus korban valamilyen isteni tulajdonságot, Istennel kapcsolatos dolgot jelent. Egy név, ez egy mantra. Például itt van Govinda Hari. Ugye ez Istennek a neve, és aki hallja az ő nevét, az tisztol. Amikor ő hallja saját nevét, ő is tisztol. Ezért általában olyan nevet adták, vagy a névben benne van az embernek a tulajdonsága is. Például a Bhagavad Gita, kinek van Bhagavad Gita? Jó, akkor ti biztos tudjátok, úgy kezdődik a Bhagavad Gita, hogy Dhritarashtra uvacha. Dhritarashtra így szólt. És a Dhritarashtra a nevébe benne van a karma. Én mikor ugye a magyarázók, a lelkitanító mesterénk magyaráznak, hogy a Bhagavad Gita tökéletes könyv. És akkor én egyszer nagyon merész voltam, mondom, hát hogy tökéletes, akkor az első szóból ki kell derüljön, hogy ez tökéletes ez a könyv. És akkor hát mertem ilyeneket, kihívásokat tenni, és tanultam, hogy mit jelent a Dhritarashtra. És ez a királynak a neve. És azt jelenti, hogy az, aki Drita fogné, Rashtra királyságot, aki kapaszkodik a királyságba. Ez azt jelenti, aki király lett, ideiglenesen, de nem akarta átadni a királyságot. Második Dhritarashtra az azt jelenti, hogy Drita fenntartani. Aki fenntartja a királyságot. Ez azt jelenti, hogy a király fenntartja a királyságot. És a harmadik Dhritarashtra fordítás azt jelenti, aki előkészíti az egész dinasztiának az elpusztítását. És ez lett, ugye, utána a Bhagavad Gita után, neki ugye Mahabharat, 100 fia, mindenki meghalt. Ő miatta. Ő volt a hibás. Igazából. Most nem menjünk bele Bhagavad Gita-ba, mert fél ötig itt fogunk meditálni rajta. Megyünk az áldozatokon. Szóval a nevek, és a gyereknek adták a nevét, Namakarana. Aztán utána csinálták Csudakarana. Ez azt jelenti, hogy a fül kilukasztása, ez is egy áldozattal csináltak. És akkor itt mennek, most nem akarok minden áldozatot mondani. Upanayana, amikor kezd tanulni áldozatok, utána például, amikor házasodnak. Ugye a házasság, ez egy eskü, ez nem eskü kell a közösségházba, semmit nem jelent. Az nem házasság. A házasság, amikor esküt teszünk Isten előtt, az házasság. Akkor ott van ereje a házasságnak, és ezért úgy hívják, hogy viváha, viváha karma. Ugye ez a neve a házasság ceremóniának. Például, amikor építenek a házat, itt vannak tájak és vannak bolygók, ami befolyásolnak az energiákat. Ugye a legpozitívebb energia, ami áramlik a Földön, mindig észak-kelet. Az a legjobb energia, ami onnan jön, észak-kelet. A nyugat dél, az jön a legnegatívebb energia. És ezért most nálunk semmi kultúra a házépítésnél nincsen, csak a városokban ki Budapestről jött. Gratulálok! Mert ott van tömörítés, vagy hogy mondjuk, ilyen lakossági tömörítés, mert ezek a... Hát igazából, jó, nem, hogyha véletlenül valaki több, mint harmadik emeleten lakik, nem tudjuk mit csinálni, de harmadik emelet fölött már nagyon kedvezőtlen lakni. Nem jó. Nincsen föld kapcsolat. Vannak ilyen véletlen dolgok? Én mondom, az ideális, de nekünk van egy helyzet, nem biztos tudjunk változtatni. Akkor kell, hogy van, alszok. Egyet még megmondom, lehet, hogy azt se tudtok változtatni, de a tájak miatt aludni milyen irányba legrosszabb? Ki tud mondani? Ha? Éjszak. Oké, már megyek is haza, hogy mindent tudnak.
Szóljátok, hogy már tudtuk, és ugorjak át, ez már hallottunk, jó? Szóval nem ismételjünk ki dolgokat. Tessék? Vasztujog, oké. Igen, de van vasztujagja. Igen, vasztu áldozat, ahol om vasztu purusája, om mahabhagavata vasztu purusája svaha. Ez a mantra a vasztu jagjának. És akkor van ilyen mandala, tűzáldozat, és ez mielőtt még építve van a ház. Utána mielőtt be van költözve valaki. Nem tudom Magyarországon milyen, de a Szovjetunióban annak idején az volt a költözési ceremónia, hogy először macskát be kellett engedni. Itt nem volt ilyen Magyarországon? Nem? De amúgy volt benne valami, mert macska ő érzi pozitív és negatív dolgokat. És beengedték a macskát, és ő besétált a lakás, ahol lefeküdt, oda raktak az ágyat, mert akkor ott biztos pozitív dolog. Volt nálunk kutyát. Kutyát. Engedték be, és akkor nem is tudom, hogy volt pár, de kutyát beengedtek, az biztos. Igen. Igen. Hogy menjen ki az anyag. Akkor jó, ki kell képezni előtte a kutyát. Tudjan, kit kell csibisztélni. Igen, és akkor, igen, akkor a tűzáldozat, vagy akkor a háznál van, az esküvőnél van áldozat. De most elmondom a titkot. Mit jelent az áldozat? Mi ez a felajánlás? Amikor ajánlom a mantrákat, a gít, ugye a ghee az a tisztító vaj, amikor van a mantrában, minden mantránál a végén van idám, akinek imád, mondjuk Krisnának ajánljuk, akkor idám Krisnája, idám namama. Ez azt jelenti, hogy ez a felajánlás Krisnának, nem nekem. És végül az áldozat, ez tisztítja az egót. Amikor ezért a védikus korban minden háztartónak rendszeresen kell hívni papokat, brámanokat, és ilyen áldozatokat csinálni. Mert akkor társulnak a brámanokkal, hallják a mantrákat, és az egótól tisztulnak. Mert végül ki a gazdag? Na, az a kérdésem. Hogy lehet megállapítani, hogy valaki gazdag? Milyen lelek életet él? Jó, közel, közel. Akkor könnyebb kérdés, ki a szegény? Oké. Okay. A gazdag az, akinek elege, ami van. Ugye lehet, hogy semmi nincs, csak egy kunyhója, de hogy neki elég van, elég abból, ami van, az gazdag ember. Hogyha valakinek kevés, akkor ő szegény. Az lehet, hogy neki sok mindene van, de ő kevés, akkor ő szegény. És ez mit jelent, hogy gazdag? Aki érti, hogy semmi se az enyém. Aki a Nagy Sándor mielőtt meghalt, mondta a saját minisztereknek, amikor meghalok, akkor az a szokás volt, hogy királyt a fő útvonalon a városba átvitték a testét, hogy mindenki elbúcsúzott. És akkor mondta, amikor engem fogtok vinni a városba, akkor így kezemet csináljátok, és akkor így vigyitek. Mindenki mondta, hát nem így kell? Nem, így. Hát miért így? Hogy mindenki lásson, mit viszem magammal, mert nagyon gazdag volt. Azt mondta, semmit nem viszem magammal. És ez az áldozat segít ezt a hamis egótól megtisztulni, hogy semmi se az enyém, én lélek vagyok. Amit hoztam magammal, azt viszek. És vannak nekem, ami karma engedi, ami rám bízta Isten, hogy valamit vigyázok a dolgokra, vagyon, vagy pénz, az nem probléma. A probléma, amikor azt gondolom, hogy ez nagyon az enyém, az sem jó, hogyha valaki mindjárt hazamegy, és akkor kimegy Váci utcára, ha rájöttem, nem az enyém, is kidobálja. Nem, ez sem helyes. Használni kell, nem kell kidobálni a pénzt, de érteni, hogy nem az enyém. Szóval ez az áldozatnak a fő dolog, hogy megszabadulni a hamis birtoklási és hamis ego érzettől. Ez a legfontosabb. Mert akkor ember békés és nyugodt. Akkor általában a házokban mindig voltak oltárok.
És akkor ők tudják, ez az Istennek a háza, és én vigyázok erre a házra. Akkor tisztán tartok, és itt lakok, Isten házába, mert mindenkinek lehet otthon egy lelki hangulat, hogyha így látja. És most elmondom a legegyszerűbb áldozatot, ami már lehet, hogy már mondták is nektek, hogy van többféle van ez a tűzáldozat. Itt nagyon sok mantrát kell tudni, nagyon sok folyamat benne van, nem olyan könnyűen végrehajtani, sokat kell tanulni. De ebben korban ezek az áldozatok nincs támogatva. Valamilyen szinten mi szoktunk használni, amit Srila Prabhupád kért tőlünk, hogy ilyen-ilyen áldozatokat csináljatok, akkor ez Krishna elfogadja, akkor ez működik. De a fő áldozat a Sankirtana. Ez azt jelenti, hogy Hare Krishna mantra, ez egy áldozat. Ez a, úgy is mondják, Sankirtan yagya. Ugye? És mert mikor valaki dicséti az Urat, akkor ő legtisztább áldozat végez. Nem kell tűz, nem kell lacsolni gít, sok mantrát, és az a legerősebb ebbe korba, ez működik legjobban. Amikor is Sankirtana, az azt jelenti, hogy akkor működik, mikor emberek együtt gyülekeznek, és együtt énekelnek a Hare Krishna mantrát, vagy saját vallás szerint dicsőítik az Urat, mert sok neve van Istennek, az nem probléma, de szívből, mikor csinálnak, akkor ez a legtökéletesebb áldozat. Harinama Sankirtana, Golokere Premadana. Miért? Mert ez a hangvibráció egyenesen nem is innen kapcsolódik lelki, hanem lelki világról alászáll a hangvibráció. Szóval ez egy érdekes, hogy mi sokszor mondjunk, akkor elhiszek Istenbe, mikor látom. Vagy mi hiszünk, de azért jó lenne látni valami lelki tapasztalat. Van vágyunk, nem? De mi most nem tudjunk látni lelki dolgokat, nem tudjunk érinteni. De Isten azt csinálta, hogy mégis legyen lelki élményünk, azt létrehozta, hogy akár anyagi füleinkkel, de tudjunk hallani lelki hangukat. És ez a Hare Krishna mantra, az lelki hangvibráció, semmi kapcsolat anyaggal nincs. Ez az ő kegye, hogy valahogy kapcsolódjunk közvetlenül a lelki világgal, lelki energiához, és ez képesítés van nekünk hallani Hare Krishna mantrát, vagy Istennek a nevét, megint lehet Allah mondani, lehet mondani Krisztus, és így tovább. És a hangszálok is képesek vibrálni ezt a mantrát. Szóval így nekünk van ez a lehetőség kapcsolatban lenni lelki dolgokkal, és ezt, amikor mi most fogunk énekelni, ugye befejezem, amikor mi énekeljünk, vagy kimondjunk, ez semmi kapcsolat anyagi hangvibrációval nincs. Ez a trükk, hogy kimondjuk, és tiszta a lelki. Ez egy ilyen érdekes dolog. És akkor van, tudjuk hallani, tudjunk ezt vibrálni, és amikor ez az áldozat ugyanúgy megtisztítja a karmától, mert ugye ezzel beszéltük a szamszkároktól, de a Hare Krishna mantra sokkal jobban tisztítja a szamszkároktól. Amikor tiszta lesz a tudatunk, akkor a mantrából megnyilvánul a forma. Szóval akar valaki Istent látni, nem probléma, mert ha valaki tanulta kvantumfizikát, itt van kvantumfizika professzor véletlenül? Vagy legalább doktor, vagy akadémik, nincsen. Minden tárgy, ez a szék, ez egy hangvibráció. Csak olyan tömör, olyan sűrű hangvibráció meg lehet fogni. Ebben a világban semmi nincs, mint nem hang. Kiolvasta már Bibliát? Hogyan kezdődik a teremtés? Először volt az, ige, a szó, a mantra, a hang. Szóval hangból volt teremtve.
a Srimad Bhagavatam, amit mi olvasunk, ugyanazt mondja, hogy egy lelki hang megnyilvánult, és ő elkezdte tömörödni, és lettek olyan tárgyak, amin fogjunk. Ez egy hangvibráció. És ezek a szamszkárok, a zavarodottság, aggodalom, stressz, depresszió, ez hangvibráció. Az elmében, amikor kiabál az elme, hangosabb, mint én gondolkodok. Ugye? Ez hangvibráció. Ezért Hare Krishna mantra hangvibráció legjobban működik, hogy azt kiégessen, kitisztítson, és mikor kitisztul, akkor a Hare Krishna mantra, minden hang, ugyanúgy a Krishna, vagy Isten, ő hangvibrációból csak így megnyilvánul. De erre kell egy pár év. Kell lelki tanítómester, kell avatást, és utána lesz tapasztalat. Jó, ez volt az áldozati téma. Nem akartam elhozni csütörtökig. És akkor most tudjunk csinálni egy jó áldozatot. Énekeljünk Hare Krishna mantrát, jó? Egyet mondom, hogy próbáljunk most úgy, itt a tűz, az jó, Istennek az energiája, és próbáljunk most minden elengedni, és csak a hallani, és utána, amikor visszaénekeltek, akkor maximálisan figyelni, hogy ki énekelné nagyon tisztán, szépen. Jó, és akkor be fog jönni nekünk a csittába, a tudat alattiba, a tudatba a mantra, és akkor lesz egy hatás. Ez a fontos, hogy figyeljünk nagy bizalommal. Ez nagyon fontos, mint a fogorvoshoz. Mert hogyha nincs bizalom, akkor bepánikolunk, nem? De ha van bizalom fogorvosnál, akkor fájdalom nélkül megcsinálja. Ugyanúgy itt is bizalom kell.